Hát akkor üdvözlök mindenkit itt a Konyha Stúdióban, vendégem Fehér Kinga írónő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát nagyon örülök, hogy részt veszel ebben a műsorban, és tudsz egy kicsit mesélni a kortárs irodalomról, rólad, a munkásságodról, mert ugye én már régóta követlek téged, sőt, ugye több esteden is voltam, amikor felolvastam a műveidet. Úgyhogy van miről beszélgetnünk. Van bizony, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja vagy nézi esetleg majd a műsort. És nem csak, hogy részt vettél a műsoron, és meghallgattad a beszélgetést, hanem fel is olvastál, sőt, énekeltél is már műveimet, de ezt majd a későbbiekre hagyjuk. És hát annyit szerintem elárulhatunk, hogy annyit megbeszéltünk előre, hogy a kezdetektől fogjuk, hogy azért valamennyire lineárisan haladjon ez a nagy színes, szerteágazó mese, ami a magyar költészet, vagy a kortárs irodalom világa, amiben belecseppentem. Pici, gyere előrébb, kérlek. Úgyhogy, ha jó az így, akkor haladjunk így. Legyen így. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel válaszolok bármire. Jó. Hát akkor kezdjük a legelső kérdéssel. Mióta létezik Fehér Kinga írónő? Wow! Hát ugye nyilván két része kell szedni a történetet, a létezésem az... hát nem mondjunk évszámot, de írjuk, mint a jó bor. És hát abban együtt érnek az írásaim is, tehát a kettő összefügg. Szokták kérdezni, hogy mikor kezdtem írni. És van egy nagyon jó kis mondás, nem tudom, hogy kit idézek, elnézést, de az úgy szól, hogy az írás nem lehet elkezdeni, mert az ugye elkezdődik. És hát aki már rendszeresen ír, tudja, hogy az írás fejben kezdődik el. Nálam is így volt, tehát 2-3 évesen nekem már fejben nagyon jó kis történeteim voltak, de hát ugye az írás tudás még hiányzott, és szoktam mondani, és van is erről egy írásom egyébként, hogy az első hivatalos Fehér Kinga írás, az kis hullámvonalak gyakorlatilag egy Szutyajev átirat, amikor a mesekönyvet én a saját kis elképzelésem szerint újraírtam. De igazából a viccet félretéve, én azt hiszem, hogy egy költő mindenkiben lakik, hiszen a költészet maga az egy indulat, az egy érzelmi megnyilatkoztatás. Én azt hiszem, hogy nem túlzás, ha azt mondom, hogy a barlangrajzok az első versek voltak az emberiség történetében. Úgyhogy mindenkiben lakik egy költő, hogy aztán ez milyen formában és hogyan jön ki, és hogy aztán ebben van-e irodalmi szándék, mert nálam ez az, ami a saját meghatározásom szerint íróvá tesz valakit, az nem olyan nagyon régi. 5 évvel ezelőtt cseppentem bele tudatosan ebbe az irodalmi írába, és hát ugye én nem bölcsész lévén lettem, vagy leszek költővé, íróvá, vagy az irodalom résztvevőjévé. Ezért nekem hát egy kicsit nehezebb, rögösebb, de nagyon izgalmas út vezetett oda, hogy most már nagyjából ismerem a helyzetet, és engem is nagyjából ismernek. A szerencse, hogy ezért ezt sokan felismerték, ezért vannak íráskurzusok, szépírói akadémiák, én magam a Kodolány János Egyetemen végeztem el a lírát, prózát, Petőc András volt a mentorom ott, és a tanárom, aki nagyon sokat segített az elején. És hát ugye nagyon fontos még az íróvá válás kapcsán az olvasmány élmény. Mert ugye a beszéd alapja a szó, az írás alapja az olvasás. Ezt említetted is, bocsánat, ezt említetted is nekem a mi múltkori beszélgetésünk során, hogy az iskolában nem volt ez olyan egyszerű és egyértelmű, hogy ugye az írás mennyire meghatározó, mert nem egyenlő, na de tudod, mit meséld el te, mert mégiscsak a te sztorid. De én nagyon kíváncsi vagyok mindenki véleményére az olvasással és az írással kapcsolatban is, mert egy bár művészeti ág, vagy nem az, hogy bár, de, és pont emiatt szubjektív is. Tehát azt mondom, hogy most egy ismerősöm nemrégiben azt mondta, hogy érdekli őt a fotográfia, az azt is jelentheti, hogy pitypangokat fotóz a kamerájával, vagy hogy elmegy egy Helmut Newton kiállításra. A költészet ugyanilyen, tehát lehet egy locsolóvás, az is költészet, és hát lehet Bilinszky, vagy egy mai kortárs, Kemény István is társai. Tehát ebben egyébként nagyon nehéz az embernek elhelyezkedni, főleg önként, hogy hova szállja magát, ilyen nagyon csúnya szóval.
De azt hiszem, hogy a nézőit, hallgatóit tudják, hogy ez téged is érint zeneileg. Ez is hogy az ember töltekezik, aztán összegyűlik valami anyag, és megpróbálja magát elhelyezni oda, hova szeretne kerülni. Hát egyrészt szeretne kerülni, másrészt pedig azt a problémát, eseményt, élettörténést valamilyen módon fel akarod dolgozni. És ugye az íróknak, ugye gondolom, ugyanúgy működik, mint nálunk énekeseknél, aki szöveget ír, vagy bármit. Nyilván én nem ebben vagyok a legjobb, hogy szöveget írjak, de azt gondolom, hogy az érzéseket el tudom mondani. És van egy író, aki ezt gyönyörűen szavakba tudja ölteni, és később hozzátéve a zenét, ez egy csodálatos dal lehet. Lesz is ilyen, és volt is ilyen. Ez már szerintem nem titok. Igen. Ez így van egyébként, a zeneiség az szerintem a legközelebb álló művészeti ág a költészethez. A költészet zene, tehát a vers attól vers, sokan megkérdezik a szabad versek kapcsán, jó, de hát ez miért vers? Aki zenével foglalkozik, az tudja, érzi azokat a ritmusokat, a belső dinamikáját, a sor végeket, a levegővételt, tehát pontosan érzi, hogy ez nem egy próza, ez nem egy sima novella részlet, hanem ez már vers. Amilyen szigorú feltételei és keretei vannak a költészet kategóriájának, pont annyira szabad is, és ezt nagyon szépen fogalmazta meg a Zsille Gábor egy kurzusán járhattam, hogy a szabad vers pont attól nehéz, hogy ugye ez a kerítés átugrás című műfaj, de tudni kell a kerítést. Aha. Tehát ahhoz már nagyon-nagyon jól kell ismerni minden, vagy a lehető legtöbb formavers építkezést, hogy azt át tudjuk ugrani. Igen, ez ugyanaz, mint a humoristáknál. Tehát neki nagyon profinak kell lenni, vagy mondjuk én korcsolyázásnál láttam, hogy ahhoz, hogy őrültségeket tudjál végrehajtani a korcsolyánál, az egy nagyon erős alap kell, igen, és nagyon erős profizmus ahhoz, hogy meg tud csinálni a vicceset is, és végig tud vinni egy műkorcsolya bajnokságon. Tehát ugyanezt gondolom így. A magabiztosság alapja, ez a biztos tudás, ez zsigeri tudás, ami nálad is a zenében megvan, és akkor arra lehet építkezni, mint a hagyományos építkezésnél az alap, a bázis. Uh-huh. Az, ha jó, akkor utána lehet, hogy újraépítkezel, de azért van mire. Igen. Úgyhogy... De elkanyarodtunk. Nagyon elkanyarodtunk. Viszont nagyon érdekel engem az a történet, amit meséltél nekem, és szerintem a hallgatókat, meg a nézőket is érdekli. Hogy is volt az iskolában? Mit mondott neked? A magyar tanárod volt? Igen. Itt elfejtettem visszacsatolni a könyvek kapcsán, hogy nekem a kötelező olvasmányok is élmény szintűek voltak. Az általános iskolában is Vadkerti tanárúisten nyugasztalja, ő beszélt nekünk úgy az orosz klasszikusokról, mindenről, hogy tényleg nagyon szerettük az irodalmat. És a gimnáziumban jött az a váltás, ahol a magyar tanárom Moldovány Jenő néni, Edit néni egyébként, az Alán Tibor barátja volt a férje, tehát az akkori avantgárd és a teljes akkori kortárs irodalom színei, ahol a baráti körükben volt. És ő úgy kezdte az első évfolyamot, hogy megmutatta nekünk a kötelező olvasmányok listáját, és mondta, hogy akkor toll, áthúz, nem kötelező, hanem kihagyhatatlan. Jó, de jó. És akkor erre az embert ugye elkezdte érdekelni, hogy hát eleve más az előjele, ha valami nem kötelező, és arra emlékszem, hogy az annak arányinát, ez biztos mindenki unja már, mert ezerszer elmondtam, de tényleg ő azt úgy vezette be nekünk, hogy mi rohantunk haza olvasni, sírva, hogy ez hogy lehet, az igazgató úr kérdezte, hogy Edith néni, mit csinál gyerekek, ezek sírva jönnek ki az orrából. És az első szerelmi bánat után rájöttem, hogy igen, tehát ott feldolgozódott bennünk, hogy nem halunk meg, szerelmi nem ugrunk vonat elé, mert nem éri meg, mert dühös voltam, hogy ez történt a kötetben. Tehát nagyon sok lelki tapasztalás könyvben megtörténik velünk. Mert akkor nagyon sok múlik egy pedagóguson, hogy vezeti fel az irodalmat, nem? Sok. Mert én azt látom ma a fiatalok, hogy a gyerekeim révén is, és ugye amerre járok, hogy egyszerűen ez a kötelező irodalom, szabadon választott kötelező irodalom, ugye így helyes, ez gyakorlatilag megöli az irodalmat. És hogyha irodalom, akkor ugye egyből a régi halott költőkről beszélünk, ami gyakorlatilag kizárja a kortárs irodalmat, hanem gondolkodom tovább. Így van. Én biztos, hogy egy fele-fele arányt javasolnék, ha egyszer olyan helyzetbe kerülnék. Tehát legyenek meg a klasszikus alapok, mert kell, ugye a kerítés alap,
De a kortárs, és a kortárs sem feltétlenül mai, tehát ugye a múlt századból már azért vannak kortárs íróink, és szerintem ugyanolyan fontos az, hogy tudjuk, hogy kik alkotnak körülöttünk, milyen művek. Elképesztő izgalmas egyébként a mai kortárs irodalom. Tehát gondoljunk csak bele, hogy ugye a művészet az mindig egy korrajz. Tehát ezeket a mondjuk 200 év múlva, reméljük, hogy lesz még emberiség által érdeklődő intellektuális közeg, azon fog gondolkodni, hogy hát hogy éltünk ma, mi lehetett itt 2024-ben, és akkor beleolvassa az újságokba, amit lát, hagyjuk, ne is menjünk bele szerintem, de mondjuk elővesz egy folyóiratot, egy irodalmi lapot, és abból a versek által, a kortárs, a napjainkat feldolgozó irodalom mutatja meg, hogy itt valójában a kisember szintjén, az átlagember szintjén mi történik. Úgyhogy fontos, hogy a mai hangon szólaljunk meg. Van egy nagyon érdekes sztorim. Még a legelső egy-két borzasztó, szentimentális, patetikus verseim kapcsán a tanárom fölborkant, hogy nem írunk le olyat, hogy leszen. Hát elmész a Gosdúdvarba, és azt mondta, hogy két sör leszen. Nem. És akkor jöttem rá, hogy igen, tehát kell tudni archaizálni, meg kell tudni ezt, de azért ezt írja Adi. Tehát, hogy ha elmegyünk, igen, Gosdúdvar, két sör lesz, írjam le, hogy beszélünk azokkal a fordulatokkal, ami hiteles. Tehát akkor te, mint író, ezt a régi nyelvet, amit használunk, ezt nem is használod a mai irodalomban? Tehát azt mondod, hogy ezzel már nem is kell foglalkozni? Tehát nyírjuk ki ezt a nyelvet? Nem, ne nyírjuk ki, de legyen meg a helye. És szerintem minden önmagára valamit adó költőnek azért vannak ilyen versei. Tehát ezt a kötelező utat végig kell járni, szonetteket írni, hexameterbe írni, felező nyolcasokat, ezek kellene. Ad egy olyan hallást a szavakhoz, a szöveg dinamikájához, ami kell, tehát azért a kiinduló alap az, hogy ezt tudjuk. De ez egy rohanó, kaotikus, össze-vissza világot, mindent egymásra nyitó világ, itt ez kell, ez a szabadság, ez vonzza be az embert, mert ebben élünk. Úgyhogy stilisztikailag én azt hiszem, hogy a szabad vers az már világtrend. Talán nem tévedek nagyot, hogy az egyik vagy az egyetlen ország vagyunk, aki még formaversben ír. Formavers alatt érted azt, hogy négy sor rímekben? Igen, tehát klasszikus versformákat használva, vagy akár rímet. Tehát rímes verseket én most Spanyolországban, vagy Németországban is néztem az irodalmat, verses köteteket, régóta nem használnak már rímeket. Igen, de talán azért, mert ugye a régiek ezt írták, és ezt próbáljuk másolni, nem? Igen. Ma már abszolút. Látok több olyan énekest is, akinél ez nem számít, tehát hogy már nincsenek rímek, nincsenek ugyanolyan szótag számok, amivel egyébként nincsen probléma, csak nagyon nehezen emésztjük meg, hogy ez létezik, ez a nem is tudom megfogalmazni. Egyébként zenében egy picit más, tehát a dalszövegben még kívánja az ember az egyezőségeket a sor végén. Énekes szempontból is sokkal könnyebb, abszolút. Ha átgördülök egy rímen, igen, mint az, hogy egy nem rímelő következő sort tele nehéz szavakkal elénekeljek. Talán ezért is van ennyi közhelyes dallam, vagy szöveg, mert könnyű elénekelni. Igen. És a zeneiség még nem tart annyira a szabadulás a régi formáktól szinten, mint a szöveg. Tehát, hogy ott még mindig mennek a refrének, azok a szépen jól bevált, jól emészthető, jól megjegyezhető, jól énekelhető formák. Nem értek annyira hozzá, de azt látom, hogy az még nem tart azon a szabad, nem is tudom, hogy dalba hogy hívnák azt, ami szövegben a szabad vers, de ott még mindig sokkal kötöttebb. Úgyhogy azért a dalszöveg az mindig egy kicsit más költészet az is, számomra mindenképpen, hiszen mindennek stimmelnie kell, ami költészeti elvárásnak megfelel, de azért mégis más. Tehát ott a trendeket, az alapvető egyezést, a dal, az énekes személyisége, az érzelmi üzenet adja inkább. Ha már trend, te követsz valamilyen trendet? Versírásban? Szövegírásban? Én azt hittem, hogy nem, de kiderült, hogy igen. Nem esély. Mert hogy aki a Facebookon követ, az észrevehette, hogy ott egy kicsit más formát alkalmazok, ami nagyon népszerűnek bizonyult, meglepődtem én, ezek a napi poézisek, ami két-három soros, ilyen kis aforizmák, ilyen napi
Napi bölcsességek, így van. Mert ugye nagy kedvencem, akit tényleg az összes kötetét Rongyosra olvastam, Fodor Ákos, aki ezeknek a haiku rövidségű kis aforizmáknak a magyar nagymestere. Szerintem egyébként vele egy napon születtem, ő 30 évvel előbb, tehát május 17 az nálunk óriási ünnep. És ez egy nagyon trendi dolog lett most, egész egyszerűen a technika kapcsán, mert a telefonon egy képernyőn mindenféle mozdítás és tovább görgetés nélkül ez fér el. Tehát a praktikum és a technika forradalma itt van, hogy vagy nem lehet hosszú verseket, vagy hát nagyon bonyolult telefonon. Igen, nekem az nagyon tetszik, hogy ezek a saját gondolataid. Tehát nem az van, hogy ez egy... Ugye általában a párkapcsolatokra jellemző kis egy-két mondatos idézetek szoktak megjelenni, szomorú vagy éppen vidám képpen az ilyen és olyan social media felületeken. És bevallom, engem ráz a hideg. Nyilván mindenkinek van az az állapot, amikor vagy kihúzza, vagy még jobban belelő ki az embert egy ilyen gondolat. A te gondolataid viszont, amikor elolvasom őket, mindig valahogy pozitívumot sugároznak, tehát nem a kétségbeesést érzem, hogy most ha felvágom az elejémet másodperceken belül, hanem azt érzem, hogy inkább elindítja a napomat, hogyha pont reggel látom meg. Tehát nem is tudom melyik volt, talán az egyik novelládból idéztél egyszer, talán oda is írtam akkor, hogy hú, ez nagyon bejött, ez nagyon jó, és akkor mondtad meg, hogy egyébként az egyik novelládnak a részlete. De pont kellett az nekem arra a napra. Tehát nyitott szemmel és nyitott szívvel is kell élni ahhoz, hogy megértsük, hogy ezek miről szólnak. Így van, így van. Én igyekszem így írni, és örülök, hogyha ez érezhető az írásokban. Egyébként az elmúlt pár hónap az egyik ilyen legnépszerűbb mondat volt, az úgy szólt, hogy teli töltöm beled a kádat, nem fürdeni, melegedni akarok. Ahol igazából ezek ilyen kis egymondatok, ahol a napi körülöttünk lévő apró tárgyak, részletek mögé bújnak nagy érzelmek. Erről talán tegnap pont beszéltünk is, hogy néha sokkal több érzés van egy ilyenben. Akár abban, hogy leülsz a villamoson és véletlenül hozzáér a vállad egy idegenhez, és elindul egy sztori. Vagy például nekem most a villamoson mellettem ült egy hölgy, feketébe látszódik, hogy gyászol, és jött az ellenőr, és nem volt jegye. És életemben először azért drukkoltam, hogy ne büntessék meg. És? Nem tudom, leszálltak, úgyhogy megírom, de jó lesz a vége, lesz benne fordulat, de hogy ilyen történetektől emberi az életünk, és nagyon nyitottnak kell maradni, pont ahogy mondtad. Muszáj. Muszáj, muszáj, muszáj. És ugye az is fontos, hogy nem vagy egyedül. Igen. Ezekkel a gondolatokkal beszélgettünk eddig. Arról, hogy milyen folyamatokon kell keresztül menni, hogy lett Fehér Kinga írónő, hogy kezdte a Szutyejev könyvvel, a hullámvonalakkal, és elmeséltél egy-két történetet is, de igazából egy nagyon fontos dolgot kihagytunk eddig, mégpedig irodalomról beszélgetünk, de még irodalmi mű nem hangzott el, úgyhogy arra kérlek, hogy ha jól tudom, hoztál nekünk egy jó kis versikét, amit te írtál. Nyilván. Sok olyat is tudnék hozni, amit nem én írtam. Úgyhogy meséld, vagy olvasd el nekünk, mondd el nekünk, figyelünk, mit hoztál. Muszáj megemlítenem az elején, hogy ez az egyik legfrissebb megjelenésem, amire nagyon büszke vagyok, mert ez egy olyan antológia, ami az elmúlt évben egy olyan merítés a magyar kortárs költészetből, aminek a színe java, ez egy két kötetes antológia. Ott a videóban meg is tudod mutatni. A pendrive, a pendrive. Antológiáját, egyébként a Turci István szerkesztette, a Parnasztus Főjött főszerkesztője. És ez csodálatos, tehát egy olyan nagyívű áttekintés a kortárs irodalom fölött, amiben nagyon megtiszteltetés benne lenni, úgyhogy a verset is örömmel hoztam, és a kötetet is. A könyv, egyébként négy versem szerepel benne, és a Mintázat című vers az egy anyáknapi vers, nem tudom, hogy ez majd átjön-e. Mert hogy nagyon sok olyan mintázatot viselünk, amit talán lehet, hogy már nem kéne, de valahogy ránk szabták a szülők. Mintázat. Szavakból szőtt rám ruhát, azt szabta rám anyám. Meséket, altató verseket, horgony nehéz mondatokat, csak ennyit használt hozzá. Azt mondta, nem kell sok,
csak amennyivel megóv. Mintázatom lett ő, finom szavaiból szőtt ruhában járok, és vallom, hordom, amíg le nem foszlik rólam a világ. Egy varrás hónajban régóta szúr. Ó, te jó ég! Mennyire durva ez a vers, pedig csak mennyi 8-10 sor? Elképesztő. Nagyon durva, így hirtelen átfutott az agyamon az édesanyámmal levő kapcsolatom, és hogy mindegy, most nem rólam beszélgettünk, de hogy elég nagy súlyokat cipelek én is, ami miatt ő olyan, amilyen. És atya úristen, szegény gyerekeim! Felelősség, tehát abszolút a minták magunkra öltése, vagy éppen letevése az felelősség. Most már muszáj vagyok rákérdezni arra, hogy az édesanyja elolvassa ezeket a verseket, amiket írsz? Ezt sokan kérdezik. Nekünk nagyon különleges kapcsolatunk van. Édesanyámnak van egy nehéz élete, de ő ezt gyönyörűen, vidáman, klasszul kezeli, éli a mai napig, pedig hát most már mindenki tudja, hogy súlyos betegű, parkinsonos. És egy olyan minta előttem ő, mindavval a nehézséges, mindavval a kemény pedagógus jellemmel, ami miatt egyébként talán még sajnálhattak is, hogy milyen szigorú, de ez a szigorúság, ez egy kedves szigor volt. Pont a napokban beszélgettünk, hogy talán neked is mondtam, hogy ez a bántalmazó szülő, hogy ne csoszog, üljél rendesen. De ez nem baj, hogyha mi együtt nevetve sütünk, főzzünk, és én mindenbe be voltam vonva otthon. Ugye anyukám tanítónő, nagyon szereti az embereket, nagyon szereti a gyerekeket. Én óvodába, amikor bekerültem, akkor már 70 mondókát tudtam, így nézett az óvodó, hogy most mit csináljon velem. Szóval ez egy nagyon szép egyensúlya volt a szigorú anya és a kedves gondoskodó anya szeretnek. Úgyhogy mi nagyon-nagyon jóban voltunk és vagyunk. Nagyon erős kritikus, tehát a mai napig az van, hogy felolvasom, jó, jó, nem jó, nem jó, ennek jó a címe, jó, jó. Jó az a betű. Jó az. És ez nagyon-nagyon klassz, és nagyon nagy áldás, hogy még vannak a szüleim, és ők így az előolvasóim. Vannak szövegek, amik talán egy kicsit az én felnőtt életem történetei, amiben a szülő már nem úgy tekint bele. És nem csak a nemiség kapcsán lévő dolgok, hanem lelki folyamatok, minden, amiben én már egyedülálló ember vagyok, vagyis hát nem egyedülálló, hanem van egy párom, hanem hogy egy individuum, egy külön fehér kingaság, és akkor abba ők nem nagyon néznek bele, és van olyan vers is, hogy ezt úgy olvasd, hogy ebbe lehet olyan, és akkor ezt nem olvassák el. Elmondom, hogy miről szól. Mert nem akarom, hogy félreértsék, kombináljanak, mert egy szülő remekül tudja belelátni azt is, ami nem. És a művészet az nem mindig a saját életünkről szól, tehát a lírai én az nem mindig én vagyok. Hiszen a könyvemben is nagyon sokszor férfi a lírai én, vagy a narrátor. Egyébként abban hasonló nagyon az írás ahhoz, amit te csinálsz, hogy ez is egy szerep. Tehát a költő belebújik abba a helyzetbe, és eljátsza, hogy ő az a férfi, aki éppen szerelmes, vagy katona, vagy bármi történik vele. Ebben nagyon hasonló a két hozzáállás. Úgyhogy ez egy anyák napi versé nőtte ki magát. Ez egy kemény anyák napi vers, nagyon kemény anyák napi vers. Vannak könnyedebb témák egyébként, sőt az egyik nagyon szép kis varázslatos témámat meg is zenésítette egy nagyon kedves énekesnő. Kicsoda. Ami a varázslatról szólt, hogy igenis a varázstánc, igazából minden tánc varázstánc. Mert abban a pillanatban, hogy a test énekel, jön a zene. Akár csak belül zsigerileg egy egészen más módon ketyeg az ember agya, hogyha táncol, zenél, énekel. Például ebben is különleges volt anyukám, hogy mindig énekelt. De jó. És ez adott egy olyan ringatást még a problémás időszakokban is, hogy ilyen mosolygós ember lettem, és azt úgy érzem, hogy egy jó természet, még önmagamnak ki, és a saját hülyességeimet is jól tudom kezelni, és másokét is szerintem. Bár ezt sokan félreértették az elején.
hogy ez talán ez egy ilyen irányított, megjátszott, helyezkedős, megjátszott, mit akar ez, hát itt ül és vigyorog a mai Magyarországon. Na jó, de te most idejössz, tehát most is idejöttél a konyhámban, és itt vagy, és ragyogsz a szőke hajaddal, a gyönyörű szemeddel, egy helyes nő vagy. Tehát el se tudom képzelni, hogy te dühöngve állsz valahogy, és dobálod a... De. Elmondom, hogy nálam mi a Tourette-szindróma. Egy nyomásra beindítója a közlekedés. Tehát jó, én, amit egymagam a kocsiban, na azt... Kocsis? Nem irodalom. Kocsis leszel? A kocsis. Kocsis. Tehát elég cifra szó kombinációk. Szép magyar nyelvünk. Igen, igen. De no, azt szerintem az a feszültség, pont az a kis szelep sapka, amit egy pici dipsz megszisztent, ezt úgy kijön, és akkor utána minden oké. Okay. Ez teljesen normális szerintem mindenkinél. Tehát, hogy ez... Fogunk még beszélgetni, Kinga, biztos vagyok benne. Most már a vége felé járunk az műsoridőben. És lenne egy olyan kérdésem, még így lezárásaképpen, hogy ki ez a Fehér Kinga, hogy lett ő költő? Segítsünk egy kicsit azoknak, akik most szeretnének elindulni, hogy ilyen író szeretnék lenni. Milyen lépcsőfokon kell túllépni ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy legyen egy saját kiadott könyve mondjuk? Milyen tanfolyamokat kell elvégeznie? Egyáltalán kell? Én nem írhatok? Én nem lehetek költő rögtön, hogy egyből egy verseskötetet kiadjak? De lehet, bizony, abszolút. Tehát simán vannak ilyen nyers tehetségek, aki abszolút. Tehát sok nagyjaink közül sokan voltak ilyen csiszolatlan gyémántként egyből tündöklő. Én szerintem akkora tehetségem nincs. Talán lehet, hogy egyáltalán tehetségem nincs, de nagyon erős szándék és vágy van bennem, hogy ez jó legyen, amit csinálok. Az én utam, és ez nem tanács, csak elmondom, hogy én hogy, nálam nagyon-nagyon keskeny a mesdje az olvasó és az író között, és azt szoktam is mondani, hogy az író nem mindig ír, de mindig olvas. És én olvasóestekről keveredtem bele az irodalom, hát másik oldalára gyakorlatilag, ahol igazából az első kurzus is ott jött egy dedikálás kapcsán, amikor csak annyit oda súgtam az író mesternek, hogy hát egy-két versen nekem is van, és megtisztelne, ha elolvasná. És hát persze akkor jó, hát ezer ilyet kapnak, nem, de egyébként lesz majd egy kurzus egy év múlva itt meg itt, ha érdekel. És én nagyon szépen türelemmel kivártam, végigcsináltam, szigorú, kemény egy ilyen kurzus, tehát ahogy a tanárom mondta, lebontanak, és aztán téglánként újra, mert az ember annyira azt hiszi, hogy tök jó, amit csinál egyből. És aztán rájön, hogy bizony az alázat kell ide, még az egészen nagy kiválóságoknak is ott van az alázat, és akkor igazán csillog az a gyémánt, és ez pont egy gyémánt szakértőnek mondom, hogy pontosan tudod, hogy mi az a csiszolata, és mi az, amivel azért foglalkoznak. Úgyhogy nekem az irodalmi estekről jött a kapcsolat ezekre a akadémiákra. Én nagyon javaslom a táborok felkeresését, ha van kapcsolat és még van-e, jelentkezzenek, kapcsolódjanak, az ismeretség sokat számít, egymás verseit olvasni, úgynevezett bétázókat keresni, akik előolvassák a szöveget, akár mint olvasó, akár ahogy te is mondtad, hogy hú, ez egy erős vers. Volt, aki azt mondta, hogy na ez sok, hát ez nem. Úgyhogy ezek a visszajelzések kellenek, aztán valahogy elindul, és egy idő után annyi vers lesz, hogy nekem is volt ez a 100 történet, igazából 170, abból 150, és aztán 100, hogy azt mondta a tanárom, hogy ez már egy tök jó kis kötet lenne. És addigra már nagyon sok kiadó, könyvbemutató estén jártam, és már megvolt a kontakt, hogy kihez tudok bekopogtatni, hogy akkor most jött el az idő, hogy már nem csak mint vendég, hanem mint szerző is esetleg leülhetünk. Megnézték a könyvet, teli volt hibával, visszadobták, és akkor két nap múlva visszamentem, hogy itt van, és így néztek, hogy két nap alatt, ez így, ez akar valamit. De jó. Tehát a szorgalom az itt is becsülendő, azt akármilyen, még azt mondom, hogy tehetségtelen is valaki, a szorgalom, az alázat, az odafigyelés, az meghozza a gyümölcsét itt is. Akkor ezt javaslod azoknak, akik most szeretnének írók lenni, hogy legyenek szorgalmasak, agilisek, így van, bátrak. És minden nap írjanak, ez fontos, minden nap, akár csak egy mondatot is. Hát, nagyon jó volt veled beszélgetni, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Hamarosan folytatjuk, remélem tetszett a műsor.
hamarosan több vendéggel is találkozhatunk. Fehér Kinga volt a vendégem, írónő. Köszönöm szépen én is!